Hello! Üdvözlöm mindenkit legújabb adásával, az Anime & Japan Critics. Mai adásunkban ismételt egy eléggé érdekes, illetve nagyon is fantáziadús történettel szeretnék foglalkozni, ami nem más lenne, mint a DS Irae. A DS Irae műfeltekintve a fantasy, a dráma és a thriller kategóriába tartozik. Maga a történetünk legelőször Kazumi Minatogawa tollából jelent meg, aki 2016-ban publikálta az egykötetes mangát. Ám ezt követően 2017 és 18 között két évad formájában összesen 17 részként, plusz 18 ona formájában, valamint két ovaként megjelent az anime is, Kudo Susumu rendező, valamint Masada Takashi forgatókönyvíró által. Történetünk egy alternatív valóságban játszódik, ahol látszólag minden a normális kerékvágásban halad. Ezen világ lakója középiskolás fiú Fujiren is, aki gyerekkori barátja Ayase Kasumi és a felső tagozatos Himuro Rea segítségével fokozatosan próbál visszatérni a normál iskolai életbe egy kisebb balhéját követően. Ám ezzel egy időben brutális gyilkosságok sorozata veszi kezdetét a városukban, amelyben Ren és a barátai is hamarosan érintettekké válnak, miután rájönnek a gyilkosok igazi kilétére, illetve saját származásuk hátterére, amely a bukott harmadik birodalom maradványaihoz köthető. Azonban rájövve az igazságra, és találkozva a várost és a világot felprédálni kívánó halhatatlan náci tisztekből és kutatókból álló csoport tagjaival, egy ádász harc veszi kezdetét, amelyben az okkultizmus és a rejtett erők veszik át a helyet a józanész felett, s amely végén az egyik fél átfogóan megváltoztatja a világ sorsát. Összességében egy jó képi és hangvilágú történetet kaptunk, amely számos érdekes elemet is tartalmazott. Szintén érdekes volt az egyes karakterek háttere, mint például Marie, Valéria atya, Mercurius és Wolfgang. Azonban a történet rövid játékideje, illetve a kissé kapkodó lezárás végül nem tudta a sztorit és a karaktereket igazán kibontakoztatni, még ha a drámaiság még ízléses mértékben is volt benne. Így ha ezek alapján kéne értékelnem, akkor a DS Irae csupán csak egy 10/4-es alkotás lenne az én megítélésem szerint. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szórakozást kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!